Az európai modellek is jól állnak, ám a legfrissebb összehasonlító teszt alapján egy koreai elektromos autó fogyasztja a legkevesebb energiát 100 kilométeren, míg a leghosszabb távot egy amerikai gyártmánnyal teheti meg az autós. Ez derült ki a legtekintélyesebb európai autós szakértők által elvégzett teszteken. Ezen a megmérettetésen az árakat, illetve az árértékarányt ugyan nem vizsgálták, de európai összehasonlításban a magyarországi az egyik legkedvezőbb villanyautó ár. Ha valaki igénybe veszi, az autónként adható 1,5 milliós költségvetési támogatást. 2016-ban indult ez a támogatási rendszer, amit most augusztus 31-ével lezártunk. Ugye ez egy első etapja volt ennek a támogatási rendszernek. Ebben 1239 pályázat érkezett be, és azt mondom, jól emlékszem, 1269 autó adására, eladására került támogatási pecsét. Ezeknek a kifizetése jelentős részben már meg is történt. Ugye pont azért is bátorkodtunk lezárni a pályázatot, mert most szeretnénk húzni egy etapot, leszűrni a tapasztalatokat, és reményénk szerint egy felülvizsgált, egyszerűsítettebb eljárásrenddel újra nyitni októberben a forrásokat. A néhány hetes szünet után újraindítandó támogatási rendszerben, ha a korábbiaknál egyszerűbben lehet majd becsatlakozni. A legfontosabb tényező az, hogy egyszerűsíteni tudjuk a folyamatot, ami mind támogatni a bürokratikus folyamatokban, mind pedig az futamidőben a lakosság, és vagy hát a pályázók, ugye nem csak lakos, hanem ugye szervezetek, tehát KFT-k, cégek is pályázhatnak, de minden pályázó, és mind pedig ugye az értékesítők számára is egy gyorsítottabb folyamatot tesz lehetővé, és itt házon belül a kollégáknak sem jelent nagy leterheltséget. A szakértők szerint a kormány anyagi támogatásán felül a gyártók is egyre több kedvezménnyel élnek a magyar piacon. Ennek legfőbb oka a márka presztízs mellett az autóipari óriások egyre expanzívabb jelenléte Magyarországon. Egy klasszikus román művel, Alfred Alessandrescu őszi esti című darabjával nyitotta meg esti előadását az aradi filharmonikusok a MOM Kulturális Központban. Második alkalommal látogatott el a hegyvidékre a szimfonikus zenekar, hiszen Arad városa és a hegyvidék között 2010 óta tart a szoros testvérvárosi kulturális kötelék. Dorin Frendez, a zenekar karmestere azt mondta, hogy a több mint 150 éve alakult aradi filharmonikusok színes zenei palettával, különleges hangszerekkel, valamint nemzetközileg is ismert előadókkal várták a hegyvidékieket. Érdekes hangszerekkel jöttünk, pláne ez a marimba, amelyik egy ütő hangszer, de a szólista Szára Györgyé, Györgyé, 11-es osztályú leánka, aki a legjobb ütős az országunkban, és már játszott egy magyar zenekarral is, filharmonia, szóval szimfonikus zenekarral, Csehországba volt meghívva, Moldvába, és sok helyen már fellépett, mint szólista. Dorin Frendez karmester azt mondta, hogy a szimfonikus zenekar az ősszel egy nemzetközi turnéra indul, amelyre hosszú idő után készültek. Szintén egy ilyen nyári őszi műsort készítettünk, amelyikben van mindenféle, Vivaldi, Mozart, de román mű is, és szerb mű is. Egy hónapja a zenekar már dolgozik, és ezekben a készülésekben be volt avatva ez a készület is a pesti fellépésre. A hegyvidéki önkormányzat és Arad városa közötti kulturális együttműködésnek köszönhetően szeptember 24-én az Aradi Kölcsei Egyesület mutatkozik be a kerületben, november 20-án pedig egy különleges aradi képzőművészeti kiállítással várják a szervezők a hegyvidék lakóit.